Sziasztok! Ez itt a Hóvarjú csatorna pénzügyi része. Dr. Györfi Zoltán vagyok, közgazdász, és jelen pillanatban a magyar állampapírok új üdvöskéjével egy vadi új állampapírral fogunk foglalkozni, aminek a neve Fix Magyar Állampapír, Fix MAP 2027 Q1, ez a precíz elnevezése. Egy lakossági állampapírról van szó. Miért foglalkozom ennyit a lakossági állampapírokkal mostanában? Nem véletlen, hiszen ha valaki ránézett a statisztikákra, ugye a Magyar Nemzeti Bank rendszerint közli ezeket, akkor láthattuk, hogy a magyar lakosság az elmúlt években drasztikusan átalakította ugye a befektetési gondolkodását. Ennek azért nagy szerepe van abban is, hogy az AKK és ugye a kincstár nagyon komoly fejlesztéseket hajtott végre állampapírpiacon. Tehát a lakosság a korábbi bankbetét hiedelemből, hogy minden bankban tartunk, átforgatta a pénzét, és jelenleg most már a magyar állampapír adja a lakosság egyik legjelentősebb, sőt legjelentősebb lábát. 2027-es lejárattal egy 3 éves új kötvény jelenik meg napjainkban rövidesen a piacon, pontosan 2024. január 9-től jegyezhető az új FixMap 2027 Q1-es 3 éves lakossági állampapír. Mit kell róla tudni? Igyekszem elmagyarázni, hogy mit tud, hogyan kamatozik, kinek jó, miért jó, és egyáltalán értsük a logikáját, hiszen itt a Hóvarjú csatornán egy dolog, ami a legfontosabb itt számunkra, hogy érthetően magyarázzunk el sokszor olyan dolgokat, amihez nem mindenki ért, hiszen nem mindenki konyít a pénzügyekhez. Nézzük meg tehát ennek az új állampapírnak a lényegét érthetően. Ugye a nevéből, ha kiindulunk, hogy FixMap, már is rájöhetünk arra, hogy az elnevezés jól tükrözi a logikáját, a kamatfizetését ennek az állampapírnak, ennek a kötvénynek. Benne van az a fix szó, ugye a fix szó pedig azt jelenti, hogy ez nem lesz egy bonyolult termék, hiszen fix kamatot fogunk rá kapni. Maga az elnevezés, hogy 2027 Q1, ezt érdemes látni, ugye ez alapvetően a lejáratra utal, tehát hogy 2027-ben fog ez lejárni, és az első negyed évben ráadásul a Q1 legalábbis ezt jelzi. Ugye minden állampapírnak van egy ISIN-kódja, ennek is, nem annyira fontos, de ugye ezzel azonosítják be az értékpapírt, és ami nagyon viszont nagyon fontos, hogy 2027. január 9-től jegyezhető. A lejárata 2027. január 22-e lesz. Később picit majd fogok róla beszélni. Nem kell megijedni sohasem a lejárati időponttól, hiszen ezek a lakossági állampapírok bár rendelkeznek egy futamidővel, egy lejárattal, a forgalmazási helyeken a forgalmazáskor, a forgalmazó által jegyzett árfolyamon bármikor visszaválthatók. Jó, erről picit később még fogok beszélgetni. A névértéke 1 forint, ami igazából egy szimbolikus dolog, hiszen ez azt jelenti, hogy bármennyi pénzt bele lehet tenni, akár 1 forintonként lehet ezt az állampapírt megvásárolni. Az állampapír névre szóló, azaz azonosítás szükséges hozzá, ugye egy értékpapír számlát kell nyitnunk, ha még valakinek nincs ilyen, ugye ezt megteheti az államkincstárnál, ez a legolcsóbb, vagy megteheti bármelyik banknál, vagy esetleg befektetési szolgáltatónál, és tud ezáltal vásárolni a FixMap-ból. Dematerializált értékpapír, ugye az azt jelenti, ha valaki ezt az idegen szót nem ismerné, még ezt azért elmagyaráznám, ugye korábban talán, ha még emlékeznek, kedves nézőink, a 15-20-25 évvel ezelőtti értékpapírokra, még ki volt minden nyomtatva, be tudtuk tenni a fiókba, hazavittük, letudtuk a végét, a hátuljáról választani, például az osztalékszervét, tehát fizikailag elő voltak állítva ezek az állampapírok, ma már kizárólag dematerializáltan, azaz anyagilag, fizikailag nem létező formában, tehát elektronikus módon lehet ezeket megvásárolni, tehát a vásárlásukhoz szükséges az, hogy rendelkezzünk értékpapírszámlával. Mikor lehet megvásárolni ezt a FixMap 2027 Q1-et?
Ugye nyilvánosan hozzák forgalomba, és a forgalmazása január 8-án indul, és egészen március 29-e az értékesítés várható záró időpontja, tehát ez a január 8-március 29 közötti időszak áll rendelkezésre, ha valaki szeretne vásárolni ebből az értékpapírból. 150 milliárd forint mennyiséget szeretne kibocsátani a kincstár. Meglátjuk, mennyi sikerül. Volt már a példa, hogy jelentősen túljegyeztek egy állampapírt, és ilyenkor rábocsátottak, tehát alapvetően lehetséges ennél nagyobb mennyiség is, hogyha éppen a piaci igény azt szolgálja. De talán nézzük a legfontosabb dolgot, ugye hiszen a legtöbb embert, önt is kedves néző, véletlenül ez érdekli, hogy mennyi kamatot fizet ez az állampapír, és hogyan fizeti ki ezt a kamatot. Ugye ez egy fix kötvény, fix MÁPA neve, ezért a kamat mértéke is ehhez igazodik, fix 7% per év. A kamatfizetés negyed évente történik, fogom mutatni, hogy pontosan mikor, tehát a 7%-ot, amit egy évre ad, ha elosztjuk 4 felé, tehát 4 negyed évre, akkor negyed évente 1,75% kamat jut. Az első kamatperiódus, mivel ugye január 9-én indul ez a kötvény, az nem teljesen fed le egy negyed évet, és ez az első kamatperiódus, amely tehát 2024. január 9-től 2024. április 22-ig tart, erre az első, és csak és kizárólag erre az első kamatperiódusra 2% kamatot fizet, tehát az első kamatperiódusban ez a kamatláb így nem az 1,75, hanem a 2%-os mértékű. Ami még nagyon lényeges, hogy ez ebbe az állampapírba elhelyezett pénzünket, a tőkénket, azt a lejáratkor egy összegben fogják ugye majd visszaadni. Tehát úgy néz ki a folyamat, beleteszünk bizonyos összeget, kamatozik negyed évente, és a lejáratkor, durván 3 év múlva fogjuk visszakapni majd a pénzünket az államtól. A kamatfizetés mértékét és a kamatfizetés konkrét időpontjait ez a táblázat tartalmazza, ugye ami a kibocsátási tájékoztatóban is megjelent, tehát 2024. április 22-én fogunk először kamatot kapni, pontosan 2% mértékben, utána július 22, október 22, január 22, április 22, július 22, október 22, január 22, tehát ezt a kis versikét kell megegyeznünk mindig, 22-es csapdája, tehát a ketteseknek a számát kell megegyezni, tehát mindig az első hónap, negyedik hónap, hetedik hónap, tehát január, kicsit belezavottam, január, április, július, október, január, április, július, október, tehát ezek a hónapok lesznek minden évben a pontos kamatfizetések, 22. napon fog a számlánkra ráhelyeződni, rárakódni, tehát az 1,75% mértékű kamat. Mutatok egy konkrét példát, és talán így mindenki még könnyebben és jobban át tudja tekinteni, hogy hogy is néz ki a Fix MÁP 2027-nek a kamatfizetése. Képzeljünk el tehát egy befektetőt, beteszünk 1 millió forintot ebbe az értékpapírba, 2024. január 9-től elkezd nekünk ezt kamatozni. Mi fog történni? Az 1 millió forintot ugye odaadtuk az államnak, ugye az állam garantálja ennek a visszafizetését és a kamatainak a visszafizetését. Április 22-én fogunk kapni 20 ezer forint kamatot, azután pedig július 22-én fogunk kapni 17.500 forint kamatot, október 22-én megint fogunk kapni 17.500 forint kamatot, január 22-én már jövőre fogunk kapni ismét 17.500 forintot kamatot, és így tovább, és így tovább, tehát minden január, április, július, október 22-én a számlánkon meg fog jelenni ez a 17.500 forintnyi kamat, amit akár el is vihetünk, vagy amit akár akkor be is fektethetünk, akár egy másik állampapírba, vagy kinek milyen kedve van, ugye ez a kamat szabadon mozgatható. 2027. április 22-én fog az történni, hogy az utolsó kamatot kifizeti, ugye ez az 1 millió forintos tőkeösszeget tekintve szintén 17.500 forint lesz, és visszaadják ugye az 1 millió forintunkat, tehát a tőkét ekkor fogjuk visszakapni, így fog lejárni ez az állampapír.
Amit talán még tudni kell róla, hogy csak magánszemély vásárolhat ilyen állampapírt, tehát természetes személy vásárolhat. Egy befektetési szolgáltatónál 50 millió forintos összeghatár a limit, tehát ennél többet ugyanazon a helyen nem vehetünk. Ha valaki nagyon szeretne többet vásárolni, akkor egy másik helyen is nyitnia kell számlát, és azon a másik forgalmazónál újabb 50 millió forintos összeghatárig ismét vásárolhat. Ugye megvehetjük a kincstár fiókhálózatában, ez a legkedvezőbb költségű megoldás, tehát ha valaki a kincstárnál nyit számlát, akkor a kincstári számlán keresztül megvásárolhatja ezt az állampapírt. De ha valaki nem a kincstárnál van számlája, akkor, hanem éppen egy bankban van a szeretett befektetési tanácsadója, vagy éppen egy befektetési társaságnál, akkor ott is megvehetjük ezt az állampapírt, tehát a kincstárral szerződésben lévő szinte majdnem mindegyik bank és befektetési szolgáltató forgalmazza ezeket, vagy ezt az állampapírt is. A futamidő alatt, ha valakinek szüksége lenne a pénzre, nem kell megijedni, tehát attól, hogy ennek valamivel több mint 3 év a lejárata, ez nem jelenti azt, hogy addig nem nyúlhatunk hozzá. Ugye látható volt, hogy folyamatosan a kamatot nekünk mindig kifizetik. Ha valakinek esetleg időközben szüksége volna mégis a pénzre, akkor a futamidő alatt a forgalmazónak árjegyzési kötelezettsége van, így bármikor eladhatjuk, ennek van egy költsége, jellemzően 1% körüli költséggel válthatjuk bármikor vissza ezt a kötvényt. Jó, célszerű körülnézni mindig az állampapírpiacon, érdemes megnézni, hogy milyen egyéb más állampapírok vannak. Minden esetre ezzel a fix mappal a kibocsátó, az állam egy kicsit megcsavarta az eddigi dolgot, és egy új sztorit hozott be a kötvénypiacba, hiszen ugye az eddig népszerű prémium magyar állampapír, vagy bónusz magyar állampapír, ugye mindegyik valamilyen módon változó kamatozású, ugye a prémium magyar állampapír, amiről egy másik videót láthattok itt egyébként a Hovarjú csatornán is, ugye az inflációhoz van kötve, ugye a bónusz magyar államkötvény pedig ugye a diszkont kincstári egy aukciós átlaghozamokhoz van kötve, ugye ez a fix kötvény pedig egyszerűen a kibocsátáskor megmondja, hogy 7%-os kamatot fizet, pont, és akinek tetszik, azt várunk mindenkit szeretettel, mondja legalábbis az állam. Ez volt a Hovarjú csatorna pénzügyi kiadása. Én dr. Györfi Zoltán voltam, köszönöm a figyelmet, remélem hasznos volt. Ha igen, akkor azzal tudjátok megköszönni leginkább a munkánkat, hogy feliratkoztok a csatornánkra, és hozunk nektek további hasznos pénzügyi, nem pénzügyi, mindenképpen érdekes információkat. Köszönöm a figyelmet, jó befektetési döntéseket kívánok a 2024-es évre is mindenkinek. Sziasztok!